Verset és zombor után Nagybecskereken is tartottak közösségi találkozót, amelyen bemutatták a vajdasági magyar kulturális stratégia tervezetét. A stratégiának az a lényege, hogy egy vízió, hogy mi az, amit szeretnénk megfogalmazni, mi az, amit elkívánunk érni az elkövetkező 6 évben. A vajdasági magyar kulturális stratégiának van egy külön fejezete, az épített örökség védelméről, amelynek többek között az a feladata, hogy meghatározza azokat az épületeket, amelyek fontosak a vajdasági magyarság számára. Banáti részből nagyon sok műemlék épület van, és ezek a műemlék épületek, ezek a már műemléki vannak nyilvánítva, többek között kiemelt jelent, tehát az országos szempontból is kiemelt jelentőségű műemlékek, többek között az Aracsi pusztatemplom. November 4-én a Szabadkai Főkonzulátus szervezésében egy munkajellegű megbeszélésre kerül sor, amelyen a stratégia célkitűzéseit, prioritásait és lehetséges támogatási módozatait vitatják meg. A nyilvános véleményezés november 7-én Magyar Kanizsán egy találkozóval zárul. A Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága ezek után összegzi, értékeli a beérkezett javaslatokat, észrevételeket, majd november végén az MNT elé terjeszti elfogadásra.